Keszi Tamás régész előadását hallgathatták meg a történelem szerelmesei az Intercize Múzeum előadó termében a múlt pénteken. A szakember a szítja Magyarok és Szarmata Lengyelek két közép-európai nép rokon identitás tudata című bemutatóján számos a magyar, illetve a lengyel nemzeti identitással kapcsolatos érdekességre világított rá. Először is arról lenne szó, hogy identitása mindenkinek van, akkor is, hogyha beszél róla, hogyha minden nap gondol rá, de akkor is, hogyha ez eszébe nem jut magától. És hát nem csak az egyéneknek van identitása, hanem van nemzeteknek is. És ezeken a nemzeti identitásokon keresztül kapcsolódunk mi is a saját nemzetünkhöz, vagy bármely közösségünkhöz. nem csak nemzetnek lehet identitást tudatta, de akár egy civil szervezetnek is, mondjuk a házi lövészegyletnek is. És hát az, hogy ez az identitás, ez mi, hogyan alakul ki, ez egy történeti folyamat eredménye. Ugye az identitást azt lehet választani. Azt nem úgy örököljük biológiailag, hanem az egy történeti fejlődésnek az eredménye, és hát attól is függ, hogy mi ez, a, mi ez az identitás, hogyan használjuk, hogy mennyire sikeres. És ebben az előadásban két olyan identitást próbálok bemutatni és össze is vetni, amely két hasonló történetegi. Tapasztalatokkal rendelkező népnek az tudata volt, a lengyel, illetve a magyar, és hát meglepően sok hasonlóságot lehet ezek között találni. Ugye én eredetileg népvándorláskoros régész vagyok, és hát engem azért érdekelt ez a dolog, mert a lengyelek különös módon egy ázsiai, európai népnek, nomád népnek a, a csoportját választották ki, mint akiktől származtak, ezek a szarmaták, és a magyarok pedig hát közismerten a szkítáktól, hunoktól, a szittyáktól származtatták magukat, és ez a rokon identitást ez, ez bár furcsa, de tulajdonképpen még a magyar-lengyel két jóbarát történethez is szorosan kapcsolódik. Az előadás kapcsán Keszi Tamás hozzátette, a múzeum ezer szállal kötődik a lengyelekhez. Például a helyi nemzetiségi önkormányzat jóvoltából vándortárlat is megfordult az intézményben. Természetesen általában szabad kezünk van arról, hogy a múzeumban miről szeretnénk előadni. Ugye az előadásaink azok vannak olyanok, amelyek rendszeres időpontban visszatérően e, kerülnek sorra, például a múzeumok éjszakáján és így tovább. Ez most az érészemre egy kicsit rendhagyó, de nem teljesen váratlan, ugyanis a Dunajvárosi Lengyel kisebbségi önkormányzat az hosszú évek óta jó kapcsolatban van a Húzeommal. Hoznak ide hozzánk kiállításokat, például néhány évvel ezelőtt a Katini vándor kiállítást köszönhettük nekik, illetve felkérésükre tartunk előadásokat is, és tulajdonképpen ennek az előadásnak is a kezdeményezői ők voltak. Egy olyan témát kerestek, ami Magyarokat és lengyeleket összeköti, ami mind a két csoport számára érdekes lehet. És hát, mint említettem, én névvándorláskori régészként kezdtem a pályámat. Engem ez a szitja szarmata kapcsolat a magyar, illetve a lengyel identitás tudatban, ez az, ami érdekel, és így került kiválasztásra ez a téma. Az Múzeumban szervezett programokról és előadásokról az intézmény hivatalos és közösségi oldalán tájékozódhatnak a történelem szerelmesei.